elmesélek neked a héttenger híres, csodálatos hőséről. Akarod? Az alkotói képzelet a legideálisabb esetben határtalan. Pontosan úgy, ahogyan a gyermeki képzelet. Mindenből lehet bármi, és a bármiből pedig valami. Borzasztóan bonyolultan hangzik, pedig gyermeki magasságban ez egészen egyszerű. És akkor elkezdem megpróbálni visszafejteni, amikor azon gondolkozom, hogy tud ebből gyerekmese lenni, főleg ugye, hogy itt egészen kicsiknek kell fogalmazni. És akkor, amikor teret megtalálom, akkor általában akkor kezdenek jönni az ötletek, hogy valóban itt mondjuk a terünk egy padlástér, és elvileg egy magányosan felnővő kislány játszik itt egyéb játszótársak hián azokkal a tárgyakkal, meg a babájával, meg hasonlókkal, ami neki adatik. És akkor abból azt tényleg hiszem, és általában eddig azért be is igazolódott, hogy aztán bármire, amire, hogy te is utaltál erre, ő rá mondjuk, hogy ez most egy kastély, egy most egy hajó, ez most egy nem tudom micsoda, akkor pusztán attól, hogy annak játsszuk, a gyerek az el fogja hinni. Tehát én ezt egyébként nagyon szeretem, hogy amit találok egy adott térben, abból tulajdonképpen a fantázia segítségével bármi lehet. Az előadás olyan konkrét történeteket dolgoz fel, melyek a felnőttek számára iskolai tananyagként is szerepeltek. Sedienszky Nórát időről időre az mozgatja, hogyan lehet ezeket a gyerekeknek is elmesélni. Abban igazából az én merészségem, meg egy kicsit kísérletezek is ezzel, hogy az Alapja bolygó hollandi című opera, ami hát egyrészt nagyon felnőtt történet, másrészt van benne egy kis tragikus felhang. Engem nagyon érdekelt maga az alapsztori, de hát nyilván nagyon át kellett alakítanom, tehát a meseiséget és happy end-el zárni nyilván, hogy a gyerekeknek egy derűs történetet adjak alapvetően, amiben, ahogy sok mesében is, természetesen vannak próbatételek, csalódás, fájdalom, magány, de hogy meglegyen az a kalandosság, játékosság is, ami a kicsiknek kell. Szimbád mesékből dolgoztam bele motivumokat, az 1001 éjszakából, illetve az Odüsszeának is szintén van ilyen gyerekeknek való feldolgozás, és akkor abból kivettem néhány kalandot. Ezen a különleges hajóúton, mely egy poros padlásról indul, mindössze három szereplő kíséri a gyermekeket. Tari Patrícia, Vámosi Judit és Tar Dániel, aki a vármegyében élő gyermekek számára már egy megbízható, szerethető és fantasztikus mesehőssé válik folytonos átalakulásaival. Az, hogy valami rettenetesen hiányzik, miközben a hullámok mormolását hallgat. Hát a tenger. Nem maga a teljesség. Én nagyon szeretem ezt a teret egyébként, mert nagyon intim. Sokkal jobban szerettem sokszor, mint a nagy színpadot. A kukucs kapcsán tapasztaltam meg először azt, hogy milyen nehéz is az, hogy egyedül fönntartani, illetve ott volt ugye az Olajos Gábor, de hogy ott szembesültem vele, hogy mik azok az energiák, amiket mozgósítani kell egy ilyen térben. Hát kamuzni semmiképp, és a törővel volt, azt hiszem, a variáció kapcsán egy mondatunk, hogy mindent vagy semmit, ugye? Ugye? És akkor ez, így kezdtük el a darabot. Tehát itt is ez működik szerintem, és a Titivel, illetve a Jucival ezt én azt gondolom, hogy jól tudjuk képviselni. Én nagyon jól érzem velük magamat, és nem érzem azt, hogy lenne bármilyen mozzanat az előadásnak, amire nem figyelne a gyerek. Az előadás díszletét Boldizsár Zsolt tervezte, a jelmezeket pedig Vereckei Rita. A mese zeneszerzője Nyitrai László is koreográfusként volt jelen a darabban is szereplő Vámosi Belme Judit. A bemutató április 12-én pénteken 11 órakor lesz a Bárányfrigyes stúdióban.